Üdvözlök mindenkit a Megtrendetetlen új részében. Én Trendika Erika vagyok, és ebben az epizódban visszautazunk a múltba. Egészen az 1920-as, 30-as évekig, és meglessük, hogy milyen divattrükköket lesettünk el, és használtunk fel napjainkban. Ehhez a mai segédanyagunk a Pásztor nője című film lesz. A filmben elsőként Eva Muranyicová nevű női szereplőt pillanthatjuk meg. Egyszerű szlovák népi viseletben, fehér fejkötő, fehér matyó mintás inggel és szoknyával. Eva szettjéhez egy egyszerű fehér inget használtunk fel. Wow. Egy hosszú fehér szoknyával, a vállán lévő mintákat pedig a virágos válkendő szimulálta. A fehér fejkötő pedig tökéletesen meggátolja a hajunkat attól, hogy a leves belógjon. Gyerekei, Andrej és Misó hozzáillően fehér ringbe öltöztek. Ezután érkezik a helyi gazda kaki nadrágban, fehér ringben és lezser sportzakóban. Az outfitet kiegészíti az egyenruháját képező citromfacsarós fakalap. A konyhában én vagyok a főnök, és ez a ruha ezt fejezi ki. És ez a séfsapka, ennek a mérete, ez tekintélyt kölcsönöz. Miután a bizniszügyeket elintézték a jó gazdasággal kapcsolatban, jön az anyós, teljes fekete öltözékben, amely nem csak karcsúsítja, de afféle edgy lookot is kölcsönöz neki. Az anyós szettje Eva öltözékének teljesen ellentétje, nem csak színben, hanem üzenetben is. Míg Eva fehér öltözéke barátságosan hívogató, addig az anyós ruhája azt sugallja, ne közelíts, bújj vissza a sarokba, ahonnan jöttél. Ugyanennek a szettnek egy elegánsabb verzióját is újra gondoltuk. Egy patentosabb szoknyával és gyöngyös kiegészítőkkel, így Betüke első áldozásán is elküldhetjük az embereket a sunyiba. Miután az anyós elmeséli, hogy az idősebbik gyerek apja kiment Amerikába dolgozni, egy bányába, és egy baleset során eltávozott, bár ő még mindig hisz benne, hogy él. Még most is ezt adom neki. Megérkezik Eva új férje, Misó. Öltözéke hasonló a gazdáéhoz, egy díszberakásos fendi táskával kiegészítve. Misó szettjét lenge előkötős inggel kezdtük. Egyszerű barna nadrággal párosítva. Bejön. A pásztor kalapot egy bekokainozott francia sapkával helyettesítettük. Mellé kiegészítőként Misó elengedhetetlen emós váltáskájával, amelyet saját dizájn alapján készítettem. Cuki. Ez igen. A gyerekeknek száraz kiflit hozott ajándékba, feleségének pedig egy sötét árnyaltú Dolce & Gabbana sejem sálat. Éhes vagy te, bűdös paraszt, hogy rohadjál meg? Akkor gyere zabálni, örvendez csürhe, vár, a középkori paraszt étterem. Ho-ho-ho, komá, jó helyre gyüttél, megtömjük a beled. Ne csodálkozz paraszt, ha így beszélnek veled. Fing, böfög, mulás, élvezd hát az étket. A komákat is hozd el, vagy az egész céget. Miután Eva felszolgálja a hagyományos szlovák ristorante pizzát, és Misó teker egy elcigit, megtanítja a gyerekeket fejszét dobni a szobában. Ez viszont gyors félbeszakítja egy új látogató megjelenése. Maga Andrej volt az első halottnak hitt férj, de a lényeg, hogy stílusával szint vitt az unalmas szlovák hétköznapokba. Bármilyen helyzetben gyönyörű kék Ralph Lauren öltönye messze kimagaslott, mások szintelen stílusa mellett. Mindezt kiegészítette
világos nyári Hermész kalapja és a kifogástalan amerikai angol nyelvtudása. Is this your wife? Yes, sir. Have you a child with you? Yes, sir. Do you treat her right? Yes, sir. Long, long man. Andrej casual öltönyét egy hasonló kék zakóval kezdtem, alatta sötét kék mellénnyel és fehér ingel. A fancy nukot a nyári szalmakalap hozta össze, amelyről senki sem tudja itthon, hogy honnan van. Másnap Andrej megvette a gazdaságot, amelynek Miso és Eva is dolgozott, és Eva nevére íratta. A többi úriember szürke öltönye mellett egyértelmű volt, hogy ki a főszereplő. Az üzlet után az udvar népe sorban megjelent drakulálni. Mrincsa gazda gyönyörű aranyszínű ingben, hozzáillő aranyberakásos pipával és világos barna nadrágban jelent meg. A kinézetet szolidabbra fogja a fekete köpeny és a balenciágás kalap. Mrincsa gazda kinézetét a már megszokott pásztorkalap mellett egy aranyszínű felsővel gondoltuk újra, az elmaradhatatlan fekete köpennyel és az aranypipával, amely garantáltan felhívja ránk a figyelmet a legközelebbi munkahelyi cigi szünet alatt. A gazdasszony hosszú fehér ruhát viselt ízléses barna arany díszítéssel, hozzáillő aranysávos kendővel. Most ígyunk egyet a hatalmas vallásos kosóból, és folytatódhat a só. Miso jelenik meg ezután egy gyönyörű arany brossal kiegészítve a szettjét. Andrej közben megvesztegeti őt 15 ezer dollárral, hogy menjen ki Amerikába, és engedje át a feleségét neki. Miso beleegyezne a költözésbe, de csak ha Evát is viheti. Ezután Eva jelenik meg egy új outfitben, amely hasonló a gazdasszonyéhoz. Eva ünnepi egy szettje szintén fehér ruhákból állt, ezúttal viszont egy színesebb és lengébb fejkendővel koronázva, hozzá piros mintás sállal, amely stílusosan megvéd minket a tuberkulózistól. Evának választania kell a két jóképű, jól öltözött férfi közül, ami nem egyszerű. Andrej közben mindent kipróbált, hogy meggyőzze a nőt. Erőszakot, nyalakodást, még kiabálást is, de egyik sem bizonyult hatásosnak. Te vagy a legszebb csillag életem egén. Te vagy a horizont a szívem tengerén. Te vagy a napsugár, mely átjárja mindenem. Merci, hogy vagy nekem. Merci, hogy vagy nekem. Te kurva! Ezután az egyik gazda elhozta Andrej régi szolgálati felszerelését. A kalapot, a fekete köpenyt, a stílus barna övet, és a fejszéjét. Közben odakint a pásztorok jó sajtot készítettek. Az első pásztornak a veszternes, kagylóberakásos kalapja egy új löketet adott a hagyományos tálkalapoknak. Viszont ezután a figyelmet is a kézzel díszített táskája vonta el ismét, miközben mélyen belenyúlt a másik kannájába. Ezután a bokorban megjelenik Eva, ezúttal egy teljesen fehér szedben és hozzáillő fehér zsákkal.
Habár sötét erdei sétákhoz ez a szín nem kifejezetten előnyös. Eva bokros szettjéhez, az eddig ismert fehér ruhadarabok mellé egy új kiegészítő is társul. Egy fehér vászonzsák, amelyben kényelmesen vihetjük magunkkal a szennyesünk. Eva el akar menni Misóval Amerikába, de a férfi ezt mégis elutasítja. Ezután Audrey is megjelenik, egy pompomokkal díszített köpenyben. És fejvesztve felkészül a fejszeharcra, az ellen fejszével. Mikor a hangulat a fokosokkal fokozatosan felfokozódott, félbeszakítja ezt egy új fordulat. Eva lefokozta magát az élők sorából. Zsip, zsup, kender, zsup, ha meg áldik, kidobjuk, zsupsz! Ezután a nő megígérteti a két férfival, hogy vigyázzanak a gyerekekre, és eltávozik az örök vadászmezőkre. Ezután végre béke lett. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Találkozunk a következő epizódban. Ellopták az oroszok a tangot, benne volt a kombinát fogom. Bazd meg, Szása, a jó kurva anyádat, hozz vissza azt a kibaszott fogót. Ellopták az oroszok a tangot, benne volt a kombinát fogom. Bazd meg,